A kastélyban, melyben Simon Péter volt karmester lakik, nem várt vendéget kap. Nézd csak! Milyen otthonos itt! Milyen barátságos, vendégszerető kis fészek! Nem hívtam vendéget. De édes művészem, miért ilyen ellenséges? Ön valakivel biztos összetéveszt engem. Elnézést, még be sem mutatkoztam. Nem szükséges. Én nagy tisztelője vagyok az ön művészetének. Gondolom, nem ezért jött. Kérem, játsszon nekünk valami szépet. Évek óta nem játszom senkinek. Pedig állítólag azért költözött be ebbe a romba, hogy csak a zenének éljem. Hagyjanak magamra, egyedül óhajtok lenni, kérem. Azt hiszi, nekünk nem hiányzik a muzsika, a művészet. Ideje van a szólásnak, és ideje a hallgatásnak. Hallja ezt, ember? Nem én mondtam, egy művész. Nagyon egyetértek. Nem szavakra van szükség, hanem fegyverre. Épp ezért hoztok önnek is egy puskát. Köszönöm, nincs rá szükségem. Sosem tudhatja, a környéken vandál gyerekkordán garazdálkodnak. Egész Európát vandálok dúlják. Nagyon egyetértek. De mi? Megtisztítjuk a mocsoktól Európát. És akkor majd lehet újra zenélni, kérem, lehet fösteni, szoborni, lehet színházasdit játszani, hogy épüljön az a lélek. De addig résen kell lenni, mert minden megtörténhet. Minden. Ahogy mondja, drága művészem, ugye egy olyan világban, ahol a gyerekek lopnak, csalnak, fosztogatnak. Jaj, nézze! Mondja, nem látott a környéken vásott kölyköket, tolvajcsavargókat? Nem láttam semmit. Ha netán mégis látta, vagy hallana valamit, vagy esetleg csak zenélni támadna kedve egy kis házi muzsikára, barátok között, kérem, értesítsen, odalent megtalál. És persze mi is megtaláljuk magát idefönt. Ebben soha nem kételkedtem. Nagyon helyes, drága művészem. Nézze már, majdnem elfelejtettem. Vigyázzon a zongorájára. Nagy érték egy ilyen szép hangszer. Kár lenne érte. Na, menjünk. Mind, aki jó volt, elment rég, senki sem mondja, hogy játszak még. Senki se kell, mind elment, túl nagy a zaj, ott kint s itt bent. Nincs diadal, nincs taps és fény, éjszaka lett. A legvégén semmi se kell, így van jól, nincs takaró a hangokból. Éjszaka lett, így van jól, nincs diadal a hangokból. Ahogy múlik az éj, valahol Európában, valahol.
végre a múltra maradt, és a fák a vizet, és a tétó a szél, a néma hegy oldal is újra beszél, valahol gyönyörű nyár van, valahol Európában, valahol egy zenekar éhes és fiatal újból játszani kezd. És jönnek a hírre a rongyos, fáradt emberek. Valahol Európában, valahol Európában, valahol gyönyörű lesz még a nyár. Vége. Ideje van a születésnek, és ideje a meghalásnak. Ez Pepi állt. Majdnem, fiam. Sajnos csak majdnem. Nem sikerült. Nem sikerült ez sem. Könyörgök, akasszuk fel! Akasszuk fel! Akasszuk fel! Te nem lettél kérdezve? Ki a fene magad? És te? Itt én kérdezek. Dehogy te kérdezel. A világ kezdődik ezzel a kérdéssel. Állj, ki vagy? Így kezdődik minden. És így is van vége. Állj, ki vagy? Lír királyára azt mondta, ember, te. Én nem vagyok Lír király. Nem vagyok senki sem. Kötözzétek én a székbe. Azért is akasszuk fel! Akasszuk fel! Akasszuk fel! Csönd legyen! Kucsi, gyere ide! Te vigyázol rá, míg alszunk. Én Kucsi vagyok. Tényleg? Én meg Simon Péter. Hát miért nem alszol? Várom a holnap. Attól még aludhatnál egyet. A suhanc azt mondta, holnap hazamentek. Aztán meg azt mondja, még nincs is holnap. Aha. Holnap az reggel lesz, amikor felkül a nap. Nagyon elzsibbadt a kezem. Kikötözzek? Nem szabad. Na
majd holnap visszakötözöm. A lábadat is kioldozzom. Tudom, hogy nem szüksz meg. Honnan veszed? Sehonnan. Csak nem olyan a szemed. Ha nem együnk elkapnak, itt fent éjjel halunk. Beszélned kéne vele. Kivel? Hát az öreggel. Talán segítene. Rajta még senki nem segített. Még az anyám se. Azt mondták, mikor megszülettem, meghalt csak, hogy ne kelljen felnevelnie. Ha akarod, én itt maradok veled és segítek. Mondják, jobb idő lesz. Hogy bármit megtennék.